Sziasztok! Kemény Dénessel vagyunk kint egy vadászterületen. Szerintem nem nagyon kell bemutatni, de azért tegyük hozzá, hogy történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányunk, aki a vízilabda válogatottat ilyen sikerre vezette, és nem mellesleg vadász, a mi szempontunkból talán a legfontosabb is akár. Ma kint vagyunk egy vadászterületen, ahol persze a vadászat is fontos, és nem mellesleg látható itt mögöttünk két szuperautó, de megkérdezném Dénest, hogy ismertesse velünk a nézőkkel, hogy hogyan is csöppent bele a vízilabda mellett a vadászatba. Sportbarátom, aki egyben erdészes vadász is volt, erről az oldaláról nem különösen ismertem közelről, egyszer kicsalt az erdőbe, ez még visegrádi szentendrei területen történt, 90-es évek elején, és hát ahogy lenni szokott, azonnal beleszerettem, és ezért amikor aztán hazakerültem 97. januárjában, akkor már bőségesen volt vadászati tapasztalatom, és szövetségi kapitányként azt vettem észre, hogy hatalmas szerencsém volt azzal, hogy én vadásztam, azzal, hogy megszerettem a vadászatot, mert az a feszültség, az a nyomás, ami a szövetségi kapitány munkára körülveszi, annak kellett egy ellenpólusa. És ez pont az a vadászat volt, ami akkor is jól érzed magad, hogyha egyáltalán nem nyúlsz a fegyverhez, csak kint vagy az erdőben, akkor is a társaságban vagy, kikapcsolódsz, nyilván a barátaid megtisztelnek azzal, hogy nem hallgatnak a munkádról, senki nem azért megy vadászni. És mondom, hogy 97. januártól lettem szövetségi kapitány, és már 97. februárban, mint a most árunk kacsán, vendégként először megfordultam. Mondhatjuk, hogy a kedvenc vadászterületeden vagyunk éppen. Több mint két évtizedes vadászmúltal a hátad mögött, ami legalábbis a magyarországi hivatalos részét jelenti. Ezen időszak alatt mely vadfajok nőttek a szívedhez leginkább, illetve van-e valami, ami különösen megdobogtatja a szívedet a vadászatban? Nézd, de miután ugye akár a szentendrei-visegrádi erdészet területét vesszük, akár a itt a Cserhát lábánál ezt az acsai területet, ez mindegy nagyvadas terület, tehát én alapvetően nagyvadas vadász vagyok, de tanították nekem, amikor kezdtem az egészet, idősebb tapasztaltam vadászok, hogy a vadászatban az a gyönyörű, hogy minden vadászat szép, és minden vadászat más. Ennél fogva nagyon szeretem az olyan apróvadas vadászatokat is, ahol akár egyedül, akár társas vadászat formájában barátokkal találkozol, és sokkal többet gyalogolsz, sörétlövés teljesen más, mint a golyólövés, abban is próbálod a készségedet javítani. És hát ugye akkor ennek a csúcsa az apró vadászatnak az nyilvánvalóan a szalonkázás. A varázsa, az szerintem semmi, ez nem hasonlítható, ugyanakkor vannak olyan barátaim, akik 80-szor mennek ki, ugyan 40 nap, minden hajnalban és minden este, azokat sokkal inkább megértem, mint akik egyáltalán nem. És ezért én azt mondhatom, hogy minden magyarországi vadászati formát, minden magyarországi elejthető vadnak a számomra vadászati értékét, azt egy szinten kezelem, mert mindegy, hogy megvan a maga varázsa. Én ugyanúgy megtisztelem, mint tudom, egy őz sútázáskor az elejtett vidát, a sútát. Annak is megvan a maga érdekessége, amikor 40-50-es rubliból kell kivenni, és ráadásul jó messziről, mert ugye pont azért vannak sokan, hogy tudjanak távolságot tartani, ugyanúgy, mint egyszer cserkelve 6 méterről sikerült elejtsek egy bikát. Talán a legkisebb trófeám, egy nagyon öreg bika volt, de nagyon közel áll a szívem, ez most aki vadászik, és ezt el tudja képzelni, azt meg is érti. Mint minden vadásznak, bizonyára neked is megvannak azok a kedvenc eszközeid, amelyek nélkül nem indulsz útnak. Gondolhatunk bármilyen kiegészítőre, a kedvenc fegyvergyártódra, a kedvenc távcsövedre, arra a ruházatra, amit szívesen viselsz. De van egy olyan kiegészítő, amely a manapság a vadászok kénytelen kelletlen kell, hogy találkozzanak, hiszen valahogy el kell jutni a vadászterületre. És ugye esetedben a Volvo az egy igencsak meghatározó autó a vadászat tekintetében is. Te hogy kerültél kapcsolatba a márkával? Vadászatra használat közben milyen benyomásokat szereztél? Egyáltalán milyen életérzés számodra ez a Volvo? Egy hónappal korábban egy
Beaver konferencián tartottam a megkeresés végett egy motivációs előadást, megismerkedtünk, és hát most nyilván egy Volvo-ba beleszeretni nem olyan nagyon nehéz, kipróbáltam az autót, az akkori XC90-est, ami hát egyfelől egy városi terepjáró, másfelől nagyon jó terep-terep tulajdonságokkal is rendelkezik, de ilyen érték és ilyen gyönyörű autókat összességében azért az ember arra a fajta vadászatra, amikor kimész és a sűrűbe keresztül kell menjél egy benőtt útszakaszon, össze-vissza karcolod a kocsit, a végén belakod a meglőtt vadat, ami összevérzi a szőnyegpadlót, az ember azért mégsem használja, de vannak olyan szituációk, amikor untig elég a vadászatra is, de abban viszont 100%-ig biztos vagyok 14 év tapasztalat, vagyis hát 15. év tapasztalata alapján, hogy a vadászház megközelítésében nem tudnak olyan időjárási vagy terepviszonyok lenni, hogy az ember ezekkel az autókkal ne tudjon oda eljutni. Fogyasztása az nem éri el a 9-et, pedig egy D5-ös motor van benne, ami, ha emlékezetem nem csal, akkor 250 lóerős, és amit én ebben a 15 évben leginkább a Volvo-nál tapasztaltam, amiben előjár és minden márkát megelőz folyamatosan, az a biztonság. Tehát most hallom, hogy valamelyik automárka hirdeti magát a sávtartással. A Volvo-nak ilyen van már, én mit tudom én hány éve, vagy a gyalogos felismerő, hát az legalább 10 éve. Tehát amit a biztonságos hétköznapi közlekedésben a Volvo nyújt annak, aki azt vezeti, annak, aki abban benne ül, meg az teljes közlekedő tömegnek, az egy óriási erő. Igen, és ehhez én is kapcsolódnék, mert hogy tudjuk a Volvo-ról, hogy 2020-tól, ha minden igaz, olyan technológiát szeretne bevezetni, hogy gyakorlatilag közlekedés során az ő autójukban, vagy az ő autójuk által ne következzen be baleset, illetve komolyabb személyi sérülés és különösen haláleset semmiképpen sem. Tehát azért a biztonság szintjén abszolút mértékadó a Volvo, ezt mindig is tudtuk egyébként. De hogyha benne ülsz, mi mindent használsz manuálisan? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy ezek a modern autók, ezek megengedik-e azt, hogy te még beavatkozz a vezetésbe, vagy egyáltalán van-e bármi, amit még te csinálsz a gépben? Mindent be tudsz állítani. Tehát ha valamit te akarsz csinálni, akkor az a biztonsági faktor, ami téged zavar, azt ki tudod kapcsolni. Például nekem hozzá kellett szokni ahhoz, hogy belekormányozz a kezembe, akár menet közben is ki tudod iktatni, hogyha nem akarod. De amiről az előbb beszéltél, hogy ne legyen személyi sérülés, hát a City Safety szisztéma az 10 éves Volvo tulajdonság. Ez arra vonatkozik, hogy alacsony sebesség, amikor dugóba egyes, üres megyünk, ha nem elbambulnál és nekiütközni az előtted lévő autónak, akkor megáll a kocsi magától. Akkor kétszer-háromszor, mit tudom én, elfelejtek indexelni és úgy változtatok sávot, vagy valami ilyesmi, akkor megjelenik egy gőzögő kávé. Most, hogy érkeztünk ide a területre, azt tapasztaltam, hogy egyetlen egy dolog van, amit fizikailag, emberi erővel fogok az autón idézőjelben programozni vagy állítani, az a belső visszapillantó tükör egyébként. Úgyhogy a többit azt majd az autó és az elektronika megoldja, de testre szabható természetesen, szinte végtelen módon. Van egy jó tulajdonsága, amikor kiérkeztünk ide és fel kellett jönnünk egy emelkedőn, már is tudjuk kapcsolni, alacsonyabb sebességnél engedi is kapcsolni ezt, ugyebár, hogy megemelje nekünk az autót, tehát azért tényleg ez az off-road funkció, ez a vadászaton nem csak az autó érdekében, hanem a saját közlekedésünk miatt is fontos. Saját közlekedésünk biztonsága, így van. Tudod dinamikus vezetésre állítani, az automatikáját tudod off-roadra, vagy kényelmesre,
komfortosra. Én gyakran el szoktam felejteni, de például, ami viszont én beállítok, hogy ahányszor kiszállok az autóból, akkor lejjebb engedi magát. Ez egy olyan kényelmi funkció, hogy például amikor pakolsz be vadászatra rengeteg dolgot, és ráadásul van köztük, ami nehéz is, 5-10 centivel kevesebbet kell emeljél, mert a bepakolás idejére a kocsi lejjebb van. Tehát most gyakorlatilag szinte már csak egyetlen dolgot nem tesz helyettünk vadászként, nem cserkeli be a vadat és nem ejti el, de minden más megtesz. Hűvadásztás. Hűvadásztás, így van.